A Bogyó és Babóca hamarosan a mozik műsorán. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A léggömb. Egy nyári délutánon vihar tört ki az erdőben. Babóca, a katicalány, és Bogyó, a csigafiú, a pöttyös házikó ablakából figyelték. A tomboló szélvihar csavarta, hajlítgatta a fákat, megrongálta a házaikat, az eső ömlött, mintha dézsából öntenék. Amikor végre elállt az eső, és elcsitult a szél, a két jó barát körbenézett az erdőben. Ide néz, Babóca! Ezt a fát kidöntötte a vihar, állapította meg Bogyó. Az eső pedig elmosta a virágaimat, sóhajtott Babóca. Babóca, Bogyó, gyertek gyorsan, segítsetek! Szaladt oda Ugri a szöcskelány. Valaki fekszik a réten? A réten tényleg sérülten feküdt valaki. Egy nőnüke bogár. Jaj, mi történt veled? Hogy hívnak? Ki vagy te? Hadarta egy szuszra Babóca. Nelli vagyok, a nünnüke. Fent lakom a hegytetőn, de a szélvihar lesodort, és nagyon megütöttem a fejem. Gyenge a szárnyam, nem tudok repülni, nem tudom, hogyan jutok haza. Sírdogált a nünnüke. Megemelték Nellit, és bevitték Ugri zöld házába. Ne félj, segítünk neked hazajutni, mondta Babóca. Délután eljött Baltazár a méhecske, Pihe a lepke kislány, és Vendel a szarvasbogár. Mind azon törték a fejüket, hogyan segíthetnének Nellinek visszajutni a hegytetőre. Egy léggömb lenne a legjobb, szólt Vendel. De miből készítsünk léggömböt? Kérdezte Bogyó. Takarókból, párnákból, lepedőkből, javasolta Pihe. És függönyökből, meg törölközőkből, tette hozzá Vendel. Nyomban munkához is láttak. Mind kivették a részüket, összevarták az anyagokat, egymáshoz illesztettek minden takarót, függönyt, lepedőt és törölközőt. Nelli is segített, napról napra erősebbnek érezte magát, és már a feje sem fáj. Eltartott pár napig, amíg elkészült a léggömb. Készen van! Köszönöm! Mondta boldogan a nünüke. Irány a hegytető! Hurrá! Repülünk! Kiáltott boldogan Bogyó. Na hát, ez csodaszép! Látjuk az egész erdőt! Ujjongott Babóca is. Nem sokára sötétedni kezdett. Amikor a hegyhez értek, Nelli felkiáltott. Hurrá! Itthon vagyok! Köszönöm! Ha van kedvetek, maradjatok nálam holnapig, épp ma este lesz a csillaghullás. Szívesen maradunk, mondták mind egyszerre. Nelli finom süteményekkel és tejával vendégelte meg új barátait. Vacsora után kiültek Nelli házikója elé a hegytetőre. Üldögéltek, üldögéltek, és várták, hogy megkezdődjön a csillaghullás. Hurrá! Hulló csillag! Kiáltott lelkesen Bogyó. Én is láttam! Helyesett Babóca. Én is! Mondta Vendel. Amikor hűvösebb lett, bementek Nelli házába, és az ablakon át még hosszan nézték a csillaghullást. Elalvás előtt mind kívántak is valamit a hulló csillagtól. Nelli azt, hogy máskor is találkozzon majd új barátaival. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Társasjáték.
Egy tavaszi napon Bogyó társas játékot játszott Pihével a dombtetőn. A táblán hosszú út kanyargott az egértől a sajt darabig. Az nyer, akinek előbb érkezik a bábúja a sajthoz, magyarázta a lepkelány. A játékot Bogyó kezdte, dobott és lépett. Aztán Pihe következett, dobott és lépett. Nyertem, kiáltott fel a csigafiú, amikor a bábúja elérte a sajt darabkát. Jó, nyertél, játszunk még egyet, javasolta Pihe. A második kört is Bogyó nyerte. Nyertem, nyertem, megint én vagyok a győztes, büszkélkedett a csigafiú. Játszunk még egyet. Újra neki kezdtek. A harmadik körben Pihe ért előbb a célba. Nyertem, Bogyó, most végre én vagyok a győztes, jelentette ki elégedetten a lepkelány. Bogyó ekkor elfordult, behúzódott a fenyő alá, és úgy dobott a dobókockával, hogy Pihe ne lássa. Hatos dobtam, mondta büszkén, de Pihe rászólt. Nem ér, Bogyó, úgy dobj, hogy én is lássam. Nem. De, dobj újra, Bogyó. A csigafiú végül újat dobott. A dobókocka most kettest mutatott. Bogyó lemaradt, és ezt a kört is Pihe nyerte. Nem ér, én akarok győzni, ez csalás. De Bogyó, a társasjátéknak éppen ez a lényege. Egyszer az egyik nyer, másszor a másik. Nem lehetsz mindig győztes. De igen, mindig győztes akarok lenni. Tombolt Bogyó, és mérgében földhöz vágta a játékot. Hát jó, akkor játsz egyedül, szólt a lepkelány, és faképnél hagyta a csigát. Jobb is lesz egyedül, mondta Bogyó. Dobott a dobókockával, aztán lépett, újra dobott és újra lépett, és sorra minden kört megnyert. De így hamar elunta a játékot. Maga mellé ültette a játékmaciát, de a maci sem volt izgalmas ellenfél. Végül Bogyó elindult, hogy megkeresse Pihét. Nem jó egyedül, gondolta bánatosan. A lepkelány éppen Babócával, Gömbivel és Baltazárral kártyázott a réten. Beállhatok? Kérdezte félénken Bogyó. Hát, tudod, Bogyó, ha beállsz, nem biztos, hogy te nyersz, és nem szeretném, ha a kártyát is földhöz vágnád. Pihe végül utána kiáltott. Bogyó, beállhatsz, de csak ha megígéred, hogy nem leszel dühös, ha nem te nyersz. Jól van, na! Egyezett bele Bogyó, és már szaladt is a többiekhez. Sötétedésig kártyáztak együtt. Egyszer Bogyó nyert, máskor Pihe, de Gömbi, Baltazár és Babóca is nyertek egy-egy kört. Bogyó boldog volt, hogy együtt játszhat a barátaival, és már nem volt dühös, ha nem ő nyert. Egyszer csak arra repült Vendel a szarvasbogár, és lekiáltott a magasból. Nézzétek, faragtam nyárs rudakat, gyertek, rakjunk tüzet, süssünk almát! Ez az ötlet mindenkinek tetszett. Eljött Döme, a krumplibogár is. Az almákat felszeletelték, felhúzták a nyársakra, és amikor a tűzből már csak parázs maradt, sütni kezdték a gyümölcsöt. Megsütötték és elmajszolták az összes almakarikát. Bogyó az utolsó almakarikáját Pihének adta. Nagyon szeretett volna mondani valami kedveset a lepkelánynak, de végül csak így szólt. Tessék, neked adom! Amikor elfogyott az alma, belemártották nyársaikat a parázsba, és a világító végű botokkal mintákat rajzoltak a sötét égboltra. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Tengeri kaland. Bogyó a csigafiú és Babóca a katicalány egy nyári napon rábukkantak egy szép színes mesekönyvre. A könyvben szebbnél szebb képek voltak a tengerről, színes halakról, rákokról, kagylókról és egy érdekes állatról, amilyet Bogyó még sohasem látott. Polipnak hívják, de még én sem láttam soha.
Mi lenne, ha elmennénk a tengerhez? Kérdezte lelkesen a kis csiga. Ugyan, Bogyó, azt sem tudjuk, merre induljunk. Kérdezzük meg a baglyot, ő mindent tud. Kedves bagoly, mondd csak, hogyan juthatunk el a tengerhez? Készítsetek kis hajót, és tegyétek vízre. A patak sodrása elvisz titeket a folyóhoz, a folyó pedig a tengerhez. Bogyó és Babóca megköszönték a tanácsot, és nyomban munkához láttak. A három kis bagolyfióka lelkesen segített a hajóépítésben. A két barát bemászott a hajóba. A hullámok azonnal magukkal sodorták a vitorlást, és a hajó már száguldott is a tenger felé. Hurrá! Kiáltott Bogyó. Irány a tenger! A szél sebesen vitte a hajót a patak, azután a folyóvizén. Hamarosan feltűnt a láthatáron a tenger óriási kéksége. Megérkeztünk! Kiáltotta Bogyó. A partra vonszolta a hajót, és kikötötte egy pálmafához. Gyerünk, Babóca! Ússzunk le a tenger mélyére! Szólt Bogyó. Ekkor ámultak csak el igazán. Egyszer csak egy rákot vettek észre. Vele együtt úsztak a víz felszíne felé. Mondd csak, nem tudod, hol találkozhatnánk egy igazi polippal? Kérdezte Babóca. Gyertek, kapaszkodjatok az ollóimba. Megmutatom nektek azt a kis szigetet, ahol a polip üldögélni szokott. A rák kitette a két barátot a parton, és nyomban el is tűnt a hullámok között. Bogyó és Babóca riadtan ugrottak be egy szikla mögé. A polip sokkal nagyobb volt, mint gondolták, és nagyon megijedtek tőle. Ekkor a polipnak támadt egy jó ötlete. Kavicsokat szedett, és 8 karjával ügyesen dobálni kezdte őket. Ez nagyon tetszett Bogyónak és Babócának. A kis Katica és a csigafiú lassanként kimerészkedtek a szikla mögül. Gyertek, mondta a polip. Megmutatom nektek a Csöpp-sziget legszebb kavicsait. Bogyó, Babóca és a polip hamar összebarátkoztak. Az idő gyorsan szaladt a kis szigeten. Ideje indulnunk, mondta Babóca. Viszlát, kedves polip! Örülünk, hogy találkoztunk. Jó utat, mondta a polip, és átnyújtott új cimboráinak egy-egy csillogó kavicsot. Bogyó és Babóca bemásztak a vitorlásba, és megpróbáltak felfelé evezni a folyón, de bizony nem sikerült. Ó, Bogyó, nem tudunk haladni az árral szemben. Ki kell szállnunk a hajónkból, mondta rémülten Babóca. Látod, Bogyó, mondtam, hogy ne vágjunk bele ekkora utazásba, okoskodott a Katica. Igazad van, Babóca. A kő azonban hirtelen megmozdult. Mit búslakodsz, kis csigafiú? Szólalt meg a kő. Bogyó nagyot nevetett, mert a kő nem volt más, mint egy teknős béka. Cimboráim, a szivárványhalak most indulnak hosszú útjukra. Felúsznak a patakon egészen a forrásig. Biztosan szívesen magukkal visznek titeket. Bogyó és Babóca búcsút vettek a teknőstől, és felültek a vezérhal hátára. A halacskák hamarosan egyenes sorba rendeződve elindultak a patak irányába. Mire leszállt az este, a halak valóban elérték a tisztást, ahol a Katica pöttyös házikója állt. Bogyó és Babóca megköszönték a segítséget, és búcsút intettek a tovább úszó halaknak. Látod, Babóca? Minden jó, ha vége jó, állapította meg bölcsen Bogyó. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Buborékok. Ugri, Szellő, Bogyó és Gömbi azon versengett, ki tud nagyobb buborékot fújni. Buborékok, Ugri a legügyesebb, lelkendezett Gömbi. A szöcske lány egyre nagyobb és nagyobb buborékokat fújt, a többiek pedig megtapsolták. Hamarosan megérkezett Kelemen, hátán Babóca is, sárga hátú rokonával, Katica Katával. Mi is beállhatunk? Kérdezték. Bogyó már is Babóca felé nyújtotta a buborékfújókat, és a két Katica fújni kezdte az apró gömböket. Oda nézzetek! Mekkora buborék! Kata buborékja Ugriénál is nagyobb! Ugrándozott Gömbi.
Ugri sértett pillantást vetett Katára, és újra fújni kezdte a fúvókát. Szép nagy gömböket fújt, de nem akkorákat, mint Kata. Ügyes, Katica lány vagy, te fújtad ma a legnagyobb gömböket. Dicsérte meg Katát Kelemen. Kata nem is igazi, Katica. Sárga a háta. Át kellene festeni pirosra. Ugri, csúnya dolog csúfolódni. Különben is csak azért csúfolódsz, mert Kata nagyobb buborékot fújt nálad. Kata sírni kezdett. Jaj, Ugri, most megbántottad Katát. Gyere, segíts megvigasztalni. Inkább hazamegyek, vágta rá Ugri, és ott hagyta a többieket. Ugyan, nem is úgy gondolta. Tudod, csak a buborékok miatt volt ilyen goromba. Ugri közben hazaérkezett, de sehogy sem találta a helyét. Leült enni, de nem esett jól az uzsonna. Rajzolgatni kezdett, de folyton elrontotta. Elhatározta, hogy inkább sétál egyet. Épp arra repült Kelemen a kanári, és meglátta a szöcskelányt. Nem akartam megbántani Katát, szipogott Ugri. Tudom, mosolygott Kelemen, és szárnyával átölelte a sírdogáló szöcskelányt. Nem szabad csúfolódni. De én nem is úgy gondoltam. Kata is igazi, Katica, és szép a sárga szárnya is, sírdogált Ugri. Mondd meg ezt neki, csak így egyszerűen, ahogyan nekem is elmondtad. Ugri eldöntötte, hogy megfogadja Kelemen tanácsát. Elindult, hogy elmondja Katának, nem akarta megbántani. De amikor megérkezett, csak ennyit mondott. Mit csináltok? Kirándulni megyünk a tóhoz, felelte Kata, és már is megérkezett Sűnsoma a gesztenye fogattal. Babóca és Kata beugrott a fogadba, és már indultak is. Ugri csalódottan integetett utánuk. Másnap ismét neki rugaszkodott, hogy kibéküljön Katával. Kata a tóparton üldögélt. Szia, Kata! Kezdte. Szeretnék valamit mondani. De mire belekezdett volna, megérkezett a barlangi pók. Most mennem kell, Ugri, a százlábú vár minket, majd holnap elmondod, jó? Mondta Kata, felpattant a pók hátára, Babóca is pihe mellé, és elsiettek. Miért lógatod az orrod? Kérdezte Gömbi. Szeretnék kibékülni Katával, de sehogy sem sikerül. Ne szomorkodj, gyere be! Majd kitalálunk valamit, már van is egy ötletem. Szerintem adj valami apróságot Katának. Tudom már, nekiadom a buborékfújómat. Kiáltott Ugri, és örömében megölelte a virágbogárkát. Ugri, amint hazaért, becsomagolta a buborékfújót, és alig várta, hogy átadhassa ajándékát a sárga Katica lánynak. Amikor lemenőben volt a nap, átsétált a pöttyös házhoz. Babóca, Kata, Szellő és Bogyó épp virágot ültetett a ház elé. Nagyon szép virágok! Segíthetek én is? Persze, gyere csak, megmutatom, hova milyen virágot ültetünk, magyarázta Babóca. Kata, ezt neked hoztam, hadarta Ugri, és átnyújtotta a csomagot a sárga hátú Katicának. Butaság volt azt mondani, hogy nem is vagy igazi, Katica. Kata kibontotta a csomagot, és elmosolyodott. Egy buborékfújó. Köszönöm, Ugri, nem is haragszom már. Jó és Babóca, kit jó barát kalandja. Egy nap az óvodában. Egy őszi reggelen Babóca sietősen kopogott Bogyó házának ajtaján. Gyere már, Bogyó, elkésünk az óvodából. Bogyó hamar elkészült, és a két barát kézen fogva elindult az óvoda felé. Az óvoda kertjében már gyülekezett a sok kis óvodás. Vidáman üdvözölték egymást. Ott volt Baltazár a méhecske, Pihe a lepke kislány, Vendel a szarvasbogár, Döme a krumplibogár, Szellő a szitakötő kislány, Alfonz a tücsök, Ugri a szöcskelány, és Gömbi a kis virágbogár is. Dongó néni, az óvónéni türelmesen terelgette be a gyerekeket a csoportokba. A nagy csoportosok, középsősök és kis csoportosok külön szobába kerültek. Gömbi persze a kis csoportba került, innen integetett Bogyónak és Babócának. A nap tornaórával indult. Reggeli után az óvodások szebbnél szebb képeket ragasztottak az erdőben szedett falevelekből.
Amikor mindenki elkészült, Dongó néni körbeállította a gyerekeket. Vidám dalokat és körjátékokat tanított a csoportnak, az óvodások lelkesen járták a körtáncot. Aztán következett a játék. Dongó néni karosszékéből figyelte a sok gyereket. Bogyó és a fiúk rögtön a kocsis ládikához siettek, és autóversenyt kezdtek játszani. Lejtőket, alagutakat építettek. Én is beállhatok? Kérdezte Babóca, és egy törött piros kis autót szorongatott. Ugyan már, Babóca, azzal a vacakkal akarsz versenyezni? Kérdezte megvetően Bogyó. A kocsizás amúgy sem lányoknak való. Babóca elsírta magát. Nem játszanak velem a fiú, panaszolta Pihének. Pihe, Ugri és Szellő gyorsan megvigasztalták. Gyere, babázz velünk! A lányok pompás kis ruhákba öltöztették babáikat, megetették és babakocsiban ringatták őket. Ez nagyon tetszett Babócának. Közben Bogyó és Egon, a cserebogár, összevesztek. Mindig felborítod a kocsimat, ez így nem ér, csalsz! Kiabálta dühösen Bogyó. Nem igaz, te csalsz! Vágott vissza Egon. Jól van, nem játszom veled tovább, mondta sértődötten Bogyó, és ott hagyta a fiúkat. Én is beállhatok a játékotokba? Szólt most Babócához Bogyó. Nem játszhatsz velünk, ez lányos játék, mondta duzzogva Babóca. De nézd csak, én is hoztam egy babát, ezt a göndörhajút. Szeretnék mégis veletek játszani. Jól van, enyhült meg Babóca. Akkor gyere, de akkor én is játszom majd az autókkal. Gyerekek, gyertek kezet mosni, kiáltott Dongó néni. Kézmosás után pedig szépen üljetek az asztalokhoz. Az ebédet nagy fazékból merte az óvodások tányérjába Pettyes Futrinka néni, a dadus. Amikor mindenki befejezte az ebédet, a naposok, Bogyó és Babóca segítettek leszedni az asztalt, összegyűjteni a tányérokat és a poharakat. Ebéd után mindenki lefeküdt, Dongó néni pedig mesét olvasott. A gyerekek csendben figyelték, és akadt, akit már mese közben elnyomott az álom. Ébredés után uzsonnáztak, aztán kimentek a kertbe. Az óvoda kertje hatalmas volt, telistele izgalmas mászókákkal, csúszdával, hintával, még egy kis favonat is állt a közepén. Bogyó és Egon hamar kibékültek, és sokáig hintáztak együtt. Babóca segített Gömbinek felmászni a csúszdára, és el is kapta őt a csúszda alján. Ez Gömbinek nagyon tetszett. Az óvodában hamar elszaladt a nap. A gyerekek hosszasan búcsúzkodtak egymástól, és alig várták, hogy másnap újra találkozzanak. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Robot. Egy őszi napon Frici, a cincér, meglátogatta régi barátját, Vendelt. A szarvasbogár nagyon megörült távoli ismerősének. Hoztam neked valamit, mondta titokzatosan Frici, és egy dobozkát nyomott Vendel kezébe. A szarvasbogár izgatottan bontotta ki a csomagot. Egy ezüst színű robot volt benne. Neked építettem, tud lépegetni, vicces hangokat adni, és világítani is. Vendel elbűvölve csodálta a robotot. Köszönöm, Frici, nagyon fogok rá vigyázni. A cincér 3 napig vendégeskedett a szarvasbogárnál. Sokat beszélgettek, fociztak, finomakat ettek, nagyokat sétáltak együtt. A 3. nap végén Frici elköszönt Vendeltől és továbbindult. A szarvasbogár hirtelen magányosnak érezte magát. De nem sokáig volt egyedül, hamarosan Bogyó, a csiga fiú kopogtatott. Szia, Vendel! Van kedved gombfocizni? Persze, már is mehetünk, de előbb hadd mutassak valamit, mondta Vendel.
Székre állt és leemelte a robotot a könyvespolcról. De a szék megbillent a lába alatt, és a kis figura kiesett a szarvasbogár kezéből, és millió darabra esett szét. Jaj, a robotom! Széttört a robotom! Jajdult fel Wendell. Próbáljuk meg összerakni, javasolta Bogyó. Jó, dünnyögte Wendell. A két fiú sokáig küzdött, de sehogy sem sikerült a darabokat összeilleszteni. Hívjuk át Dömét, ő mindent meg tud szerelni, javasolta Bogyó, és a két fiú sietve elindult. Még az ajtót is nyitva felejtették. Hamarosan megérkeztek Döme házához. Szia, Döme! Kérlek, segíts! Kaptam egy robotot Fricitől, de elejtettem és szétesett. Te biztosan össze tudod szerelni, siránkozott a szarvasbogár. Most sajnos nem érek rá, Wendell. Megígértem Ugrinak, hogy még ma megszerelem a bicikliét, de holnap majd átmegyek hozzád és segítek, jó? Mondta a krumpli bogár. Csak holnap? Hát jó, akkor gyere át holnap, szipogott a szarvasbogár. Bogyó és Wendell szomorúan búcsút vett a krumpli bogártól, és elindultak visszafelé. Ez alatt Gömbi, a virágbogár sétált el Wendell háza előtt. Csodálkozva látta a nyitott ajtót, és kíváncsian bekukkantott a házba. Észrevette a földön a szétesett robotot. Leült, és türelmesen szerelgetni kezdett. A szarvasbogár bánatosan lépett be a házba, de amikor meglátta a robotot, minden rossz kedve elszállt. A robot újra lépegetett, víjogott, pittyegett, világított, mintha mi sem történt volna. Szia, Gömbi! Te hogy kerülsz ide, és mi történt a szétesett robottal? Erre jártam, és bejöttem, mert nyitva volt az ajtó. Megláttam a robot darabjait a földön, és megszereltem. Vágta rá büszkén a kis virágbogár. Wendell örömében felkapta Gömbit, és háromszor a magasba repítette. Hurrá! Nagyon ügyes vagy, Gömbi! Köszönöm! Másnap Wendell Babócát is áthívta, hogy megmutassa a robotot. Hamarosan Döme is megérkezett, ahogyan megígérte. De a robotot már nem kellett megszerelni, jobb volt, mint újkorában. Wendell többé nem tette fel a robotot a polcra, nehogy újra leessen. Inkább lent tartotta a kis szekrényen, az ágya mellett. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A vízi csiga. Bogyó, Babóca, Pihe és Baltazár együtt üldögéltek a réten. Bár csak nekem is lennének rokonaim, egy távoli csigarokon, sóhajtott Bogyó. Hiszen vannak rokonaid, Bogyó, a vízi csiga is csiga, mondta Pihe, a lepke kislány. Igen, ugrott fel vidáman Bogyó. És hol találkozhatok a vízi csigával? Sehol, vágta rá Baltazár. Szerintem nem is létezik vízi csiga. De igen, létezik, mérgelődött Pihe. Tudom is, hogy hol él. A fenyőerdőn túl, a kerektó mélyén áll a házikója. Ugyan már, butaság, vágta rá a méhecske. Az lesz a legjobb, ha elmegyünk mind a kerektó partjára, javasolta Babóca. Gyertek, majd én elviszlek titeket, szólt váratlanul Soma a süni. Hurrá, kiáltotta Bogyó. Hozom a levegőpalackokat, hogy lemerülhessünk majd a tó fenekére. Azzal Bogyó, Babóca, Pihe és Baltazár beugrottak a sünfogadba, és elindultak a kerek tóhoz. Késő este volt már, amikor meglátták a tavat. Vigyázzatok a hintó! Kiáltott a méhecske, de akkor már késő volt. Bogyó, Babóca, Baltazár és Pihe sírni kezdtek. Semmi baj, aludjatok egyet, és holnap majd leúsztok a tó mélyére. Biztosan megtaláljátok a hintót, vigasztalta őket Soma.
Másnap Bogyó korán ébredt. Nézzétek, a tavirózsa kinyitotta szirmait, és a levelén áll valaki, nekünk integet. Hát te ki vagy? Kérdezte kedvesen Bogyó. Szervusztok, Csiga Csaba vagyok, itt élek a kerektó mélyén, mutatkozott be a vízicsiga. Látod, Baltazár, igenis léteznek vízicsigák, nekem is vannak rokonaim. Csiga Csaba nem értette, hogy ez a másik csiga fiú miért örül neki ennyire, de aztán Babóca elmesélte, hogy mi járatban vannak. Én is örülök, hogy megismerkedtünk, kedves rokonom, mondta a vízicsiga Bogyónak. Csiga Csaba, segítenél, hogy megtaláljuk a hintónkat, ami begurult a vízbe? Kérdezte ekkor Pihe. Hát persze, gyertek utánam, mondta a vízicsiga. Azzal a négy cimbora felvette a palackot, fürdőruhát húztak, és leúztak egészen a tó mélyére. Ez itt az én házikom, mondta büszkén Csiga Csaba. Szólt ekkor egy félelmetes sziszegő hang. Bogyó, Babóca, Pihe és Baltazár mind a házikó mögé ugrottak ilyettükben. Nem kell félnetek, ő a barátom, a vízisikló. Kedves sikló, nem láttál véletlenül egy gesztenye hintót a tó mélyén? Kapaszkodjatok belém, oda viszlek titeket. Sod van! Kiáltott a sikló. Bogyó, Babóca, Baltazár és Pihe nagyon megörültek. Sikerült, mondta elismerően a Süni, amikor meglátta kis barátait előbukkanni a tó vizéből. Csónakázzunk egyet, javasolt a Csiga Csaba. Mindannyian ráültek a tavirózsa levelére, Csiga Csaba pedig evezett. Itt az ideje, hogy elinduljunk hazafelé, mondta Babóca, amikor sötétedni kezdett. Nem, maradjunk még, kérte Bogyó. Eljövünk majd máskor is, szólt Pihe. Bogyó, Babóca, Baltazár és Pihe elköszöntek Csiga Csabától. A tópartján már várta őket Soma a Süni. Mind beleültek a sünfogadba, és elindultak hazafelé. Másnap Bogyó és Babóca szép képet festettek távoli rokonaikról. Ott volt a képen Babóca Katával és Bogyó Csiga Csabával. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. A barátság. Egy meleg nyári napon Babóca, a katica kislány, jókedvűen nézett ki háza ablakán. Megreggelizem, gondolta, és elmegyek egy nagyot sétálni az illatos rétegre. A sétára talicskáját is magával vitte. Hát, ha találok valami érdekeset, amit majd haza tudok hozni benne, morfondírozott. No hát, kiáltotta hirtelen Babóca, egy csodaszép cseresznye, ez aztán a kincs. Finom ebédem lesz belőle. Megpróbálta feltenni a cseresznyét a talicskára, de a cseresznye túl nehéz volt. Babóca hiába erőlködött, nem sikerült megemelnie. Épp arra járt Bogyó, a csiga fiúcska. Miért búslakodsz, kis katica bogár? Kérdezte Babócát. Azért, mert nem sikerül a cseresznyét feltennem a talicskára, felelte Babóca. Ne szomorkodj, majd én segítek, mondta Bogyó segítőkészen. Együtt valóban könnyedén feltették a súlyos cseresznyét a talicskára. Babóca nyomban elindult haza az ízletes csemegével. Bogyó szomorúan nézett utána. Nem gondolod, hogy nekem is jár abból a cseresznyéből? Dobbantott dühösen lábacskájával a csiga. Hiszen segítettem neked. De hisz a cseresznyét én találtam, kiabálta Babóca. Nem adom, az enyém. A csiga megszeppent. Ráncigálni kezdték a cseresznyét. Nem adom, az enyém, mérgelődött Babóca. Nekem is jár belőle, bosszankodott Bogyó. Addig rángatták ide-oda a cseresznyét, míg ketté szakadt. Bogyó és Babóca földre huppantak meglepetésükben.
A cseresznyéből ugyanis egy dühös kukac zuhant ki. Mit tettetek a cseresznyémmel? Zúgolódott. Hiszen ez a cseresznye az én lakásom. Na, nem kell úgy megijedni. Szívesen megmutatom nektek, hol találtam ezt a cseresznyét. Ott bőségesen találtok magatoknak harapnivalót, én pedig választhatok új lakhelyet magamnak. Babóca besegítette a kukacot a talicskába, és elindultak együtt megkeresni a cseresznyefát. Csak hamar meg is találták. A föld tel is tele volt édes, illatos cseresznyékkel, amik már lehullottak a fáról. Bogyó és Babóca nagyot ugrottak örömükben. A kukac hamar álomba szenderült, Bogyó és Babóca pedig hosszasan csemegésztek a finomságból. Későre járt már, amikor hazaindultak. Két cseresznyét vittek magukkal a talicskában, egyiket Babócának, másikat Bogyónak. Napnyugtakor érkeztek Bogyó házához. Leemelték a talicskáról az egyik cseresznyét, majd búcsút vettek egymástól. Bogyó hosszan integetett Babócának csöpp háza ablakából. Bogyó hamar elaludt az izgalmas nap után. Álmában újra cseresznyék között ugrándozott Babócával, és kedvükre falatoztak, amíg tele nem lett a bendőjük. Hamarosan Babóca is hazaérkezett. Ettől a naptól kezdve Bogyó és Babóca elválaszthatatlan jó barátok lettek. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Erdei tornaverseny. Bogyó, Babóca, Pihe és Baltazár a tóparton üldögéltek, és kavicsokat dobáltak a vízbe. Bogyó többször is eltalálta az úszó farönköt, a többiek pedig nagyokat tapsoltak örömükben. Gyertek gyorsan a rétre, kezdődik a tavaszi tornanap! Érkezett futva a hírrel Vendel. A réten már gyülekeztek a többiek. A bogárkák tornaruhába öltöztek, és megkezdődött az első versenyszám, a futás. Mindenki szaladt, ahogy csak a lába bírta. Három kört kellett futni a rét körül. Nem ér, Döme csalt, levágta a konyort! Kiáltott Ugri, a szöcskelány. Csalni nem szabad, mondta szigorúan Alfonz. Újra kezdjük a versenyt, de senki se csaljon! Vendel futott a leggyorsabban, utána Ugri érkezett, harmadik helyen Baltazár ért célba. Bogyó érkezett meg utoljára. Baltazár és Döme összesúgtak a háta mögött. Lassú csiga! Ne gúnyolódjatok! Ez nagyon csúnya dolog, mondta dühösen Babóca. Most következik a magasugrás. Az nyer, aki a legmagasabbról tud almát szakítani, mondta Alfonz. A kis bogárkák nekifutottak, és minél nagyobbat próbáltak ugrani. A legfelső almát Ugrinak sikerült megszerezni. A következőt Pihének, a harmadik alma Döméjé, a krumpli bogáré lett. Bogyó hiába ugrott, nem érte el a legalsó almát sem. Nem sikerül. Semmi sem sikerül, mérgelődött. Ugyan, Bogyó, majd a bukfencezés jobban megy, ne buslakodj, mondta Lili, a rózsabogár. De Bogyó a bukfenc versenyen nem mert elindulni, mert féltette a csigaházát. A versenyzők rajthoz álltak, és elbukfenceztek a rét egyik végéből a másikba. Babóca volt a leggyorsabb, ő nyert. Most következik a repülés, szólt Alfonz. Aki leghamarabb elér a fenyő csúcsáig és elhozza a legfelső tobozt, az nyer. A bogárkák már is elindultak. Pihe, Baltazár, Babóca és Szellő versenyeztek a tobozért. Pihe volt a leggyorsabb. Ő ért a fenyő csúcsához leghamarabb.
Én persze repülni sem tudok, duzzogott a csiga fiú. Nem érgelődj, Bogyó, most következik az ugrókötélverseny. Aki legtöbbet ugrik egy perc alatt, az nyer. A négy versenyző ugrókötelezni kezdett, de Bogyónak beleakadt a lába az ugrókötélbe, és csúnyán megütötte magát. A többiek aggódva szaladtak hozzá. Én nem tornázom tovább. Nekem semmi sem sikerül. Hazamegyek, mondta elkeseredve, és már indult is. Ki kell találnunk valamit. Valahogyan fel kell vidítanunk Bogyót, mondta Babóca. Igen, találjunk ki valamit, egy olyan feladatot, amiben Bogyó is ügyes, szólt Lili. Tudom már, kiáltott Pihe. Célba dobás! Igen, ez jó ötlet, mert a farönköt is csak Bogyó tudja eltalálni a tóban, helyesett Baltazár. A barátok 5 kupacot építettek, az elsőt almákból, a másodikat gesztenyékből, a harmadikat tobozokból, a negyediket mogyorókból, az ötödiket pedig körtékből. Babóca rávette Bogyót, hogy jöjjön ki újra a rétre. Most kezdődik a célba dobás. Van kedved versenyezni? Kérdezte Lili. Hurrá! Célba dobás! Hát persze, én is beállok! Mindenki beállt a versenybe, de a legügyesebb Bogyó volt. Egyedül neki sikerült mind az 5 tornyot leborítania. Látod, Bogyó, futásban én vagyok a legügyesebb, ugrásban Ugri, repülésben Pihe, bukfencben Babóca, ugrókötélben Lili, de célba dobásban te vagy a legügyesebb. Mindenki ügyes valamiben, mondta Vendel. Bogyó egy szép, fényes gesztenyét kapott, amibe Alfonz belekarcolta, célba dobás, első helyezett. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Sünsoma születésnapja. Egy nyári reggelen Bogyó a csiga fiú, Babóca a katicalány és az erdő többi lakója együtt játszottak a réten. Felváltva lökték egymást a bükkfa levél hintán. De jó lehet hintázni, kár, hogy engem nem bír el, sóhajtott szomorúan Sünsoma. A többiek tanácstalanul néztek egymásra. Sünsoma 10 éves lesz jövő héten, mondta a katicalány. Bizony, 10 éves lesz, helyeselt a csiga fiú. Vajon minek örülne legjobban? Én tudom, minek örülne, mondta Baltazár, és felugrott örömében. Egy hintának. Ez nagyon jó ötlet. Ácsoljunk egy nagy hintát Somának, lelkendezett Babóca. A kis barátok nyomban munkához is láttak. Fűrészt, kalapácsot, szegeket, csavarokat hoztak, erős faágakat kerestek. A hajó alakú fatörzset erős zsinórokkal kötötték fel a vastag faáglábakra. Amikor a hinta elkészült, mind elmentek Baltazár házába, és nekiláttak tortát sütni. Tojást törtek, tésztát kevertek, járt a habverő, pudingot főztek, csattogott a fakanál. Finom illat töltötte be a méhecske házát. Feldíszítették az 5 emeletet meggyel, mazsolával, dióval. Tegyük rá a gyertyákat is, mondta Pihe. Igen, 10 gyertyát, helyeselt Babóca. Most pedig írjunk egy levelet Somának, mondta Bogyó, és már írta is. Kedves Soma, gyere Baltazár háza elé délre, nagyon várunk. Vidd el a süninek, kérte Bogyó. De nehogy eláruld a tortát és a hintát se, szólt utána Babóca. Baltazár és Vendel egy kerek asztalkára tették a tortát, és kivitték a házikó elé. A réten éppen a hangya gyerekek fogócskáztak. A legkisebb hangya egyenesen nekiszaladt az asztalkának. Felborítottad az asztalt, tönkre ment a torta, jajgatott Baltazár. Jaj, a torta, mi lesz most? Siránkozott Babóca is. Mindjárt itt lesz Sünsoma, és nem lesz születésnapi tortája, kesergett Bogyó. A hangya gyerekek elszégyelték magukat. Egyszer csak megszólalt az egyik. Szedjünk sok gyümölcsöt, és építsünk belőle egy nagy kupacot. Az majdnem olyan, mint egy torta, nem? Ez jó ötlet, szólt Vendel. Soma úgyis jobban szereti a gyümölcsöt, mint a tortát.
Bogyó, Babóca, Baltazár, Vendel és a hangya gyerekek nekiláttak gyümölcsöt szedni. Segített Döme, a krumplibogár, Szellő, a szitakötőlány és Lili, a rózsabogár is. Hamarosan szép nagy kupac gyűlt össze. Vendel beleszúrta a gyümölcskupac tetejébe a 10 gyertyát, és ebben a pillanatban megérkezett Gömbi Sünsomával. Boldog születésnapot, Sünsoma! Kiáltották egyszerre. Mennyi gyümölcs, a kedvenceim, köszönöm szépen, kiáltotta Süni. Mutatunk neked valamit, mondta Babóca, és odavezették Somát a hintához. A Süninek tátva maradt a szája a csodálkozástól. Na hát, egy szép nagy hinta, beleülhetek? Kérdezte boldogan. Igen, neked építettük, mondta Bogyó. Hurrá! Már én is hintázhatok. Nagyon köszönöm. Hálálkodott Soma. Amikor besötétedett, abba hagyták a hintázást, körbeállták a gyümölcshalmot, és nekiláttak falatozni. Addig falatoztak, míg a kupacból alig maradt valami. A megmaradt almákat és körtéket felszúrták Soma tüskére, ő pedig hazavitte moha tetős házikójába. Boldogan hajtotta álomra a fejét, és arra gondolt, hogy holnap újra hintázni fog a barátaival. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A mézes kalácsok. Elérkezett a december. Az erdőt beborította a fehér hótakaró. Bogyó és Babóca a Katica lány pöttyös házikójában üldögéltek. Süssünk mézes kalácsot, javasolta vidáman Babóca. Bogyó és Babóca munkához láttak. Sürögtek, forogtak a konyhában, összegyúrták a tésztát és laposra nyújtották. Babóca elővette fiókjából a mézes kalács formákat. A formákat belenyomták a tésztába, és sütni kezdték a mézes kalácsokat. Amikor szép pirosra sültek, akkor Babóca kivette a mézes kalácsokat a sütőből, egy tálba tette, és kivitte a házikó elé. Hamar kihűl majd a hidegben, mondta Bogyónak. Ebben a pillanatban elrepült a házikó felett egy szarka. Megérezte a finom illatot, és nyomban észre is vette a mézes kalácsokat. Megfogta csőrével a tálat, és uzsgyi, elröpült vele. Amikor Babóca kijött, hogy bevigye a süteményeket, sehol sem találta a tálat. Jaj, valaki elvitte a mézes kalácsokat, kiabált kétségbe esetten. De ki vihette el a tálat? Kérdezte tanácstalanul Bogyó. Bogyó és Babóca elindultak az erdőben. Hamarosan Millával, a hóbogárral találkoztak. Kedves Milla, valaki elvitte a sárga tálamat tele mézes kalácssal. Nem láttad, ki volt az? Kérdezte Babóca. De igen, láttam. A szarka vitte el. Arra röpült, válaszolt Milla. Tovább mentek. Most a kukaccal találkoztak. Kedves kukac, a szarka elvitte a sárga tálamat tele mézes kalácssal. Nem láttad, merre röpült? Kérdezte Babóca. Nem sokára meglátták Gömbit és Dömét, amint épp hóembert építettek. Nem láttátok a szarkát? Elvitte a sárga tálamat tele mézes kalácssal, panaszolta Babóca. De igen, láttuk, a patak felé repült, válaszolt a krumpli bogár. Nézd csak, Babóca, morzsák! Erre röpült a szarka, kiáltott hirtelen Bogyó. Kövessük a morzsákat, és megtaláljuk a szarka odóját, javasolta a Katica lány. Így is történt. A morzsák elvezettek a szarka odójáig. A mézes kalács illata körbelengte a nagy fát. Bogyó és Babóca felmásztak a fára, és bekopogtak a madár odójába. Te vitted el a sárga tálamat tele mézes kalácssal? Kérdezte Babóca, amikor a szarka ajtót nyitott. Igen, én voltam,
Nagyon éhes voltam, megláttam a tálat és elhoztam. De visszaadom az egészet. Csúnya dolog elvenni azt, ami másé, mondta Babóca, és mérgesen hazafelé indult. Bogyó követte. Ugyan, Babóca, ne legyél ilyen haragos. Igaz, hogy a szarka elvitte a tálat, de vissza is adta. Majd biztos bocsánatot is kér, mondta a csiga fiú. Délután Bogyó és Babóca meghívták a barátaikat. Eljött Pihe, a lepke kislány, Baltazár, a méhecske, és Vendel, a szarvasbogár is. Körbeülték az asztalt, és falatozni kezdtek. Hamarosan halk kopogás hallatszott. A katicalány kinyitotta az ajtót. A szarka toporgott félénken a házikó előtt, és egy nagy üveget szorongatott szárnyaival. Hoztam nektek csipkebogyó szörpöt. Magam készítettem idei csipkebogyóból. Kérlek, fogadjátok ezt el, és ne haragudjatok, amiért elcsentem a mézes kalácsokat, mondta a szarka. Kedves szarka, nincs kedved velünk falatozni? Neked is jut hely az asztalnál. A szarka nagyon megörült, és hamarosan már mind együtt ültek az asztal körül. Mézes kalácsot ettek, csipkebogyó szörpöt ittak, beszélgettek, nevetgéltek késő esti. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Tündérkártya. Pihének, a lepkelánynak volt egy kedvenc kártyajátéka. 16 lapból állt, minden lapon szebbnél szebb tündérek pompáztak. Sárga, sötétkék, rózsaszín, zöld, narancssárga, piros, lila és világos kék színű ruhában. Minden lapból volt két ugyanolyan. A lányok sokat játszottak a tündéres memória kártyával. Egy napon Vendel, a szarvasbogár, otromba cselt eszelt ki. Össze kéne firkálni a kártyákat, gondolta magában Komiszul, de nem merte megtenni. Ezért inkább rávette Baltazárt, hogy csúfítsa el a kártyát. Baltazár, figyelj, milyen jó vicc volna telefirkálni Pihe tündér kártyáit. A méhecske cinkosan kuncogott, és neki látott, hogy sötétzöld filctollával kipingálja a képeket. Bajszot, ördögszarvat, vasvillát és ördögfarkincát rajzolt a képekre. Amikor délután a lepkelány meglátta kedvenc kártyáját, rémülten kiáltott fel. Mi történt a kártyámmal? Kérdezte kétségbe esetten. Pihe keservesen sírni kezdett. No hát, milyen gonosz dolog! Ki tehette ezt? Kérdezte méltatlankodva Babóca. A társaság némán állt Pihe körül, de senki sem válaszolt. Én tudom, ki tette. Sötétzöld filctolla csak Baltazárnak van, szólt mérgesen Szellő. Látom is a zöld foltot a kezeden, mondta a méhecskének. Baltazár, te voltál? Kérdezte dühösen Bogyó. Az nem is úgy volt! Hát, hogy volt? Vendel a hibás, az ő ötlete volt. De nem én firkáltam össze a lapokat. Pihe csak zokogott és befúrta magát mókus regő ölelésébe. Az is hibás, aki kitalálta, és az is, aki megtette, mondta szigorúan mókus regő. Mindketten hibásak vagytok. Fiúk, ez buta vicc volt. Olyan, mintha mi kipukkasztanánk a focilabdátokat, tette hozzá halkan Szellő. Ti is szomorúak lennétek. Igazatok van, ismerte be Vendel. Figyelj, Pihe, elvisszük a kártyákat, és megpróbáljuk eltüntetni róla a firkákat, jó? Jó, szipogta a lepkelány. Vendel és Baltazár hazakullogott, és nyomban nekiláttak, hogy helyrehozzák az elcsúfított kártyalapokat. De minél jobban igyekeztek, annál nagyobb lett a baj. A radír felsértette a papírt, és a lapok kiukadtak. Bogyó, segíts! Nem sikerült eltüntetni a firkákat. Nézd már, ki is lyukadt a közepe a sok radírozástól. Persze, a filctollat nem lehet kiradírozni. Gyertek, kérjünk tanácsot Babócától. Babóca, segíts! Nem tudjuk errehozni a tündérkártyát. Nem segítek! Ti ötletetek volt, nektek kell kijavítani. Ne legyél igazságtalan, inkább segíts, mert Vendel és Baltazár szeretnék jóvá tenni a bajt. Jól van, gyertek be, szólt Babóca, és a három fiú leült az asztalhoz. Ezt sajnos nem lehet megmenteni. A fiúk szótlanul lógatták az orrukat. Már
megoldást kell kitalálnunk. Már tudom is, hogy mit. Készítsünk új kártyát. Babóca fehér kartonpapírokat tett az asztalra, és elővette a filctollait. A fiúk kivágták a lapokat, Babóca pedig megpróbálta lemásolni a tündéreket. Baltazár és Vendel óvatosan, nagy gonddal kiszínezte a rajzokat. Mind a 8 tündér elkészült, és persze mindből 2. Nagyon szépen rajzolsz, Babóca! Tessék, adjátok oda Pihének, és kérjetek bocsánatot! Ha-ho, Pihe! Nézd, készítettünk neked egy új kártyát! Babóca rajzolta, és mi színeztük. Ne haragudj ránk, Pihe! Pihe végiglapozta a kártyákat, és mosolygott. Köszönöm, mondta, és bejjebb tessékelte a fiúkat a házba. Hamarosan megérkezett Bogyó, Babóca és Szellő is. Késő estig együtt kártyáztak az új paklival. Nyoma sem volt már a rossz kedvnek. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A szivárvány. Egy borús nyári napon bánatosan üldögélt a lapulevél alatt Babóca, a katica kislány, és Bogyó, a csigafiú. Hirtelen kisütött a napocska, és újra kék lett az ég. A nyári zápor azonban nem állt el. Csak hamar csodaszép szivárvány jelent meg az égen. Jaj, de gyönyörű, kiáltoztak. Bogyó elhatározta, hogy felmászik a szivárványra, és lecsúszik róla. Első próbálkozása azonban nem járt sikerrel. Biztosan a másik oldalról kell próbálkoznom, mondta Bogyó. Bogyó, hidd el, a szivárványra nem lehet felmászni, győzködte Babóca az izgatott csigafiút. Ám Bogyó új tervet eszelt ki. Létrán fogok felmászni. Jaj, Bogyó, nem lesz ennek jó vége, aggodalmaskodott Babóca. Babócának igaza lett. Bogyó egyre bosszúsabb lett. Babóca kérlelni kezdte. Gyere, játszunk inkább valami mást. Bogyó azonban nem adta fel. Figyelj, Babóca, innen biztosan sikerül ráugranom a tetejére. De ez a terve sem sikerült. Babóca kétségbeesve szaladt Bogyóhoz. Jól vagy? Kérdezte. Kutya bajom, duzzogott Bogyó. Bogyó annyira elkeseredett, hogy Babóca alig győzte vigasztalni. Nézd, szedtem neked virágot, kedveskedett. De Bogyót semmi sem tudta felvidítani. Közben elállt az eső, és a szivárvány is eltűnt. Kézen fogva baktattak hazafelé. Babóca kitartóan vigasztalta Bogyót. Ne lógasd már az orrod, holnap után lesz a harmadik születésnapod, biztosan sok szép ajándékot kapsz majd. Hazaérve Babócának remek ötlete támadt. Készítek Bogyónak egy szivárvány csúszdát, gondolta magában. Akkor valóra válhat az álma. Lecsúszhat egy szivárványon. A csúszda elkészítésében Baltazár, a méhecske és Pihe, a lepke kislány is segített. Babóca, Baltazár és Pihe a szivárvány színeire festették a csúszdát. Sárga papírba csomagolták, kék szalaggal átkötötték. A három barát csoki tortát is sütött Bogyónak. Ezután Pihe és Baltazár átkísérték Bogyót Babóca házához, ahol már minden készen állt a születésnapi zsúrhoz. Akkor most mutassuk meg neki az ajándékot, kiáltotta Baltazár, Babóca pedig átnyújtotta Bogyónak a csoki tortát. Egy igazi szivárvány, egy szivárvány csúszda. Kipróbálhatom a csúszdát? Persze, válaszolta Babóca. Bogyónak nagyon tetszett a szivárvány csúszda, újra és újra lecsúszott rajta. Pihe és Baltazár táncra perdültek örömükben. Na hát, Babóca, szólt végül Bogyó a katica kislányhoz. Ez nagyon jó ajándék, köszönöm. Nyom,
Aznap még sok barát eljött, hogy felköszöntse Bogyót. Eljött Ugri a szöcske kislány, Döme a krumplibogár, Szellő a szitakötő kislány, sőt még Vendel a szarvasbogár is. A csiga fiú mindenkinek megengedte, hogy kipróbálja új csúszdáját. Bogyó és Babóca és barátaik késő estig csúszdáztak. Aznap Bogyó különösen jókedvűen feküdt le aludni. Micsoda születésnap volt ez! Sóhajtott fel boldogan. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Télapó. Egy téli reggelen Babóca, a katica kislány, így szólt Bogyóhoz, a csiga fiúhoz. Képzeld, ma éjjel jön a télapó. Tényleg? Álmélkodott Bogyó. Bizony, minden jó gyereknek ajándékot tesz a csizmájába. Tedd ki te is a csizmádat az ablakba. Este Bogyó gondosan kipucolta a csizmáját, és kitette az ablakba. Izgatottan bújt ágyba, nem bírt elaludni. Az eget figyelte, vajon mikor érkezik rénszarvas szánnyán a télapó. Babóca korán kelt, rögtön az ablakhoz szaladt. A csizmájában már várták az ajándékok. Színes ceruzák és egy nagy piros alma. Bogyó is izgatottan szaladt az ablakhoz. Nagyon kíváncsi volt, mit hozott neki a télapó. De jaj, a kis csizmák teljesen üresek voltak. Bogyó annyira elkeseredett, hogy észre sem vette a másik ablakban a hatalmas piros csomagot. Újra és újra belenézett a csizmájába, ütögette, rázogatta, de semmit nem talált benne. Bánatában elindult világgá. Nekem semmit sem hozott a télapó, sírdogált. Pedig olyan jó csiga gyerek voltam. Közben Babóca elment meglátogatni Bogyót. Ha-ho! Nézd csak, mit kaptam a télapótól! De hiába kopogott, a csiga fiú nem nyitott ajtót. Babóca megijedt. Hová tűnhetett Bogyó? Meg kell keresnem. Vendel a szarvasbogár, Baltazár a méhecske és Pihe a lepke lány is elkísérték. Ha-ho! 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 Bogyó! Bogyó! Besötétedett, mire a barátok rátaláltak Bogyóra. Egy farönkön ült, és keservesen sírdogált. Babóca odaszaladt hozzá. Mi a baj, Bogyó? Mi történt? Nekem nem hozott ajándékot a télapó, pedig igazán jó csiga gyerek voltam. Ne butáskodj, vigasztalta Babóca. Biztos, hogy te is kaptál ajándékot. Talán olyan nagy volt, hogy nem fért el a csizmádban, és máshová rakta a télapó. Nem, én semmit nem kaptam. Szerintem egyáltalán nincs is télapó. De ebben a pillanatban megjelent az égen egy szán. Két rénszarvas húzta. Ahó! Integetett télapó a gyerekeknek. Remélem, mindjárt örültetek az ajándékoknak. Jövőre újra eljövök. Bogyó tátott szájjal nézett utána. Menjünk el Bogyóhoz, és keressük meg az ajándékát. Most már a csiga fiúnak is jobb kedve lett. Bogyó házában rögtön észrevették a nagy piros csomagot. Nézd csak, ott az ajándékod a másik ablakban. Tényleg? Jaj, de jó! Bogyó kibontotta a csomagot. Egy színes szélcsengő volt benne. Ahogy Bogyó meglökte, a harangok egymásnak ütődtek,
és csilingelés töltötte be a szobát. Ez gyönyörű! Wendell felakasztotta a csengettyűket a bejárat fölé, aztán mind elbúcsúztak Bogyótól. Bogyó elégedetten bújt ágyba. A szélcsengő hangja hamar álomba ringatta. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Bogyó rajza. Egy borús délelőttön Babóca, a Katica lány, elővette az ecseteit és a festékeit. Szivárványt fogok festeni, döntötte el. Jó, helyeselt Bogyó, én meg egy virágcsokrot. Mindketten munkához láttak. Babóca nagy gonddal húzta egymás alá a szivárvány csíkjait, és Bogyó is sokat dolgozott a virágcsokorral. Festett bele 3 tulipánt, 1 harangvirágot és 1 százszor szépet. Már csak a szalag hiányzik, és kész is van. Sietnem kell, délután átjön hozzám Wendell, Baltazár és Gömbi. Kártyázni fogunk. Igen ám, de ekkor Babóca véletlenül meglökte az asztal közepén álló poharat, és a víz mind ráömlött Bogyó rajzára. A szép színes kép szétfolyt, a vonalak elkenődtek. Babóca, tönkre tetted a rajzomat! Ne haragudj, nem akartam, véletlen volt! Sírdogált a Katica lány. De akkor is tönkre ment! Duzzogott Bogyó, és nagy bérrel durral kilépett az ajtón. Hazamegyek! Várj, Bogyó, próbáljuk meg kijavítani! Szólt bizonytalanul Babóca, de a csiga fiú vissza sem nézett. Közben eltűntek a szürke felhők, és kitisztult az ég. Amikor Bogyó hazaért, kitette az elázott képet a napra. A rajz hamar megszáradt, de hullámos és foltos maradt. Bogyó bánatosan nézegette a képet. Végül nagy sóhajtással félredobta az ágyra. Mindjárt megérkezik Baltazár, Wendell és Gömbi. Ideje rendet raknom. Hamarosan nyílt az ajtó, és beléptek a kis barátok. Ha-ha, Bogyó! Megjöttünk! Elhoztuk a kártyákat is. Gyertek be! Hívta őket a csiga fiú, és mind asztalhoz ültek. Baltazár megkeverte a lapokat, Wendell osztott, és már is belekezdtek az első körbe. Gömbi hamar kiesett. Ahogy körbejárt a szobában, észrevette az ágyon heverő képet, kézbe vette, és megcsodálta. Na hát, Bogyó, ez gyönyörű! Te rajzoltad? Kérdezte kíváncsian. Bogyó meglepődött és zavartan válaszolt. Igen, én rajzoltam. Mind kérdezgetni kezdték Bogyót. Te találtad ki? Megmutatod, hogyan készül? Faggatta Wendell. Hogyan lett ilyen szép, különleges? Kérdezte Baltazár. Bogyó legyintve megszólalt. Igen, én találtam ki, igazán nem nagy ügy. Szívesen megmutatom nektek, hogyan kell ilyet készíteni. Ekkor belépett a házba Babóca. Egy nagy tál süteményt szorongatott a kezében, és félénken átnyújtotta Bogyónak. Ezt neked sütöttem, Bogyó, ne haragudj, hogy tönkretettem a rajzod. A többiek értetlenül meredtek Bogyóra. Dünnyögött Baltazár. Akkor nem is te találtad ki? Hát jó, nem is én találtam ki. Teljesen véletlenül sikerült így. Kezdte Bogyó. Babóca leöntötte a rajzot, szétfolytak a színek, és ilyen furcsa lett a kép. Kitettem megszáradni, végül úgy döntöttem, hogy megtartom, és nem dobom ki. Jó, hogy nem dobtad ki, nekem adod. Egy virágbogárnak igazán jól mutatna a falán egy ilyen szép virágcsokor. Lelkendezett Gömbi. Hát persze, neked adom, Gömbi, szólt nevetve Bogyó. Sajnálom, hogy olyan dühös voltam, kezdte a csiga fiú. Nem haragszom, Bogyó. Elhoztam a szivárványos rajzomat, neked adom. Köszönöm, Babóca. Nagyon örülök. Ki is teszem a falra. Nincs kedved beállni kártyázni? Kérdezte a csiga fiú Babócát. De igen, szívesen. És közben együk meg a sütit is, kiáltotta vidáman a Katica lány.
utca, kit jó barát kalandja. Óriás kerék. A hangya királynő sokáig betegeskedett. Úgy meghűlt, hogy hetekig nyomta az ágyat magas lázzal. Amikor végre meggyógyult, a hangyák elhatározták, hogy meglepik a királynőjüket, és megünneplik a gyógyulását. Törték a fejüket, míg az egyikük felkiáltott. Építsünk egy óriás kereket oda, a nagy dombra. Szép lassan körbeforogna, és a tetejéről látni lehetne az egész erdőt. Hű, ez jó ötlet, de nincs sok időnk rá. Bizony, nincs sok időnk, 6 nap múlva vasárnap, és a királynő újra végigjárja majd az erdőt a gesztenyefogaton, addigra készen kell lennünk. A hangyák serege munkához látott. Terv alapján fűrészelni, barkácsolni kezdtek. Serényen dolgoztak, és az építmény napról napra nőtt. De hamarosan eljött az utolsó nap, és az utolsó este. Nem leszünk készen, mondta lemondóan az egyikük. Hívjunk segítséget, szólt a másik, és nyomban szétkürtölték a hírt az erdőben, hogy aki csak tud, jöjjön segíteni. Babóca, a barlangipó, Vendel, Baltazár, Ugri és Döme is. De hiába iparkodtak, az idő egyre fogyott. Köszönjük, hogy eljöttetek, de sehogy sem leszünk készen holnap reggelig. Sokkal több segítségre lenne szükség. A hold látta ezt a magasból, és megsajnálta a hangyákat. Füttyentett egyet, és az álmos csillagok egyszeriben a hold köré gyűltek. Az erdő kis lakói tátott szájjal csodálkoztak, és örömükben újra frissült erővel munkához láttak. Csillagok segítségével ripsz-ropsz készen lett az építmény. A hangyák motort is fabrikáltak hozzá, a motor pedig szép lassan körbeforgatta a hatalmas fakereket. Amikor elkészült, mindenki kipróbálta. Kiáltották a hangyák, de addigra az ég lakói már újra fényesen csillogtak a távolban. Másnap reggel a hangya királynő beült Sünsom a gesztenyefogatába, és útnak indult, hogy bejárja az erdőt. Amikor a nagy dombhoz érkeztek, a lélegzete is elállt a csodálkozástól. Neked építettük, harsogták egyszerre a hangyák. Mindent elmeséltek, mi, hogyan történt, és hívták a királynőt, hogy szálljon fel a kerékre. Nem is kellett kétszer hívni. Boldogan felült, és körbefordult újra meg újra. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. A kis dongó lány. Bogyó, Babóca és Baltazár korán reggel elindultak a rétre, hogy kipróbálják az ejtőernyőt, amit a méhecske vart. De a réten már volt valaki. Egy ismeretlen dongó lány orgonát szedett, s közben vidáman énekelt. Itt a
tavasz, trallalla, virágzik az orgona. Baltazár szólította meg elsőként. Szervusz, kis dongó! Én Baltazár vagyok, a méhecske. Ő itt mellettem Bogyó, a csigafiú, ő pedig Babóca, Katica lány. Te ki vagy? Engem Dorottyának hívnak. Hosszú útról tartok hazafelé, és egy picit megpihentem itt a réten. Mi pedig éppen az új ejtőernyőmet fogjuk kipróbálni. Velünk jössz? Kérdezte Baltazár. Szívesen. Elsőként Baltazár és Dorottya ugrottak le a dombról, utánuk pedig sorra mindenki kipróbálta az ejtőernyőt. Egész estig játszottak. Ugye holnap is velünk jössz? Kérdezte izgatottan a méhecske. Nem, sajnos holnap korán kell elindulnom. Nagyon messze lakom innen, hosszú repülés áll még előttem. Így hát Bogyó, Babóca és Baltazár elbúcsúztak Dorottyától. Hazafelé Baltazár annyira lógatta az orrát, hogy Babóca végül megkérdezte. Mi bánt? Baltazár szerelmes, nevetgélt Bogyó. Bogyó, ne csúfolódj! Szólt rá haragosan Babóca. Tudod mit, Baltazár? Mondd meg Dorottyának, hogy maradjon itt. Majd építünk neki egy kis házat itt a mi erdőnkben. Jaj, de jó! Holnap korán reggel kimegyek a rétre, és megkérem, hogy maradjon. Másnap Baltazár, Babóca és Bogyó korán felkeltek. Szaladtak a rétre, hogy beszéljenek Dorottyával. De jaj, elkéstek. A kis dongólány már útra kelt. Csak egy kis levelet hagyott a fára tűzve, amelyben elköszön a barátaitól. Baltazár leült a fűbe és elpityeredett. Most már Bogyó sem nevette ki. Menjünk utána, szólt a csigafiú. Még biztosan utolérjük. Bogyó, te csiga lassan vánszorogsz, így sosem érjük utol Dorottyát, kesergett Baltazár. Bogyó már majdnem megsértődött, amikor egy süni lépett elő a bokorból. Én talán segíthetek, igaz, én sem haladok túl gyorsan, de nálatok mégis gyorsabb vagyok. A kis barátok nagyon megörültek. Gesztenyegúbóból csöpp kis hintót fabrikáltak, a hintó kötelét ráakasztották a süni tüskéire, és a sünfogat már indult is. Pihenjünk egy keveset, javasolta Babóca, amikor már besötétedett. Reggel folytatjuk az utat. De Baltazár megint pityeregni kezdett. Nem fogjuk megtalálni soha. Micsoda finom orgona illatot érzek, kiáltott fel hirtelen Bogyó. Orgona? Csodálkozott Babóca. Ez nagyon különös, gyertek, nézzünk körül. Nem volna kedved ezentúl a mi erdőnkben élni? Építenénk neked egy házikót, olyat, amilyet te szeretnél. Nem kellene visszarepülnöd messzi otthonodba. Nagyon örülnénk, ha velünk maradnál. Igen, úgy van. Nagyon örülnénk. Helyeselt Bogyó és Babóca is. Köszönöm, boldogan maradok nálatok, mondta meghatottan Dorottya. Ilyen nagy utat tettetek meg, hogy utolérjetek. Igazán nagyon kedves tőletek. Beültek a süni fogadba, és visszatértek a mezőre. Másnap korán reggel munkához láttak. Szép kis házikót építettek Dorottyának az orgona mező határában. Amikor a dongóház elkészült, nagy ünnepséget rendeztek. Eljött az erdő apraja nagyja, késő estig táncoltak, lakmároztak, vidám mulatsággal köszöntötték az erdő új lakóját. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. A bicikli. Egy nyári napon a postagalamb csomagot hozott Bogyónak és Babócának. Jókora csomag volt, szép piros papírban, kék szalaggal átkötve. Levél is tartozott hozzá. Babóca elolvasta a papírtekercset. A százlábú írta. Hurrá! Hamarosan meglátogat minket. Ezt az ajándékot pedig nekünk küldi. Nekünk? Kérdezte Bogyó. Hogy nekünk? Neked vagy nekem? A levélben az áll, hogy nekünk. Biztosan közös ajándék. Még hogy közös,
mérgelődött Bogyó. Biztosan nekem szánta, mert én találtam rá karácsonykor a hóban. De én fogadtam be a házikomba. Én gyógyítottam meg. Én főztem neki teát. Vágta rá Babóca. De én olvastam neki mesét a kukacos mesekönyvből, folytatta Bogyó. A piros csomagoló papír nem bírta sokáig. Hamarosan elszakadt az egyik vége is, meg a másik is. A papír alól pedig kerekek bukkantak elő. Egy bicikli, kiáltott Bogyó. Éppen jó lesz nekem. Nekem lesz éppen jó, közölte Babóca. Jól van, vidd magaddal a biciklit, ha annyira akarod. Okos enged, szamár szenved. Én vagyok az okos, te vagy a szamár. Bogyó nem hagyta magát. Nem ér, én vagyok az okos, te vagy a szamár. Vidd el te a biciklit. Végül egyikük sem vitte el. Duzzogva elvonultak, és a félig kicsomagolt biciklit ott hagyták a réten. Hamarosan arra jött Baltazár a méhecske, és Pihe a lepke kislány. Nézd csak, mi ez? Egy bicikli, kérdezte Baltazár. Igen, az, válaszolta Pihe. Levél is van hozzá, Bogyónak és Babócának, a százlábútól. Toljuk el nekik, javasolta Baltazár. Megfogták, és ekkor az összes csomagoló papír lehullott az ajándékról. Nagyot nevettek. Nézd, ez egy tandem bicikli. Ketten ülhetnek rajta. Próbáljuk ki, mondta Baltazár. Ha-ho, Bogyó, ha-ho, Babóca, meghoztuk a bicikliteket. Ott hagytátok a réten, kiáltozott Pihe. Bogyó és Babóca előugrottak. A homlokukra csaptak, hiszen ez egy tandem bicikli. Ketten is ráférünk. Mi pedig mekkorát civakodtunk rajta. Nyomban kibékültek, és összeölelkeztek örömükben. Micsoda szép ajándék! Mi pedig a nagy veszekedésben nem is készítettünk semmit a százlábúnak, pedig mindjárt itt lesz, mondta riadtan Bogyó. Készítsünk a százlábúnak egy szép, színes szélforgót virágszirmokból, javasolta Pihe. Igen! Nagyon jó ötlet, helyeselt Bogyó és Babóca. A négy jóbarát piros, lila, fehér, sárga és rózsaszín virágszirmokból szélforgót fabrikált. Ebben a pillanatban megérkezett egérfogatán a százlábú. A kisegér megállt a réten, és a százlábú kiszállt a dióhéjhintóból. Boldogan összeülelkezett Bogyóval és Babócával. Látom, megkaptátok az ajándékomat. Remélem, tetszik. Gyönyörű ajándék! Nagyon örülünk neki! Mondta Bogyó és Babóca. Mi pedig együtt készítettük neked ezt a szélforgót. A százlábú 10 napig maradt vendégségben Bogyónál és Babócánál. Nagyokat kirándultak együtt az új biciklin, beszélgettek, énekeltek, játszottak, remekül érezték magukat. A vidám napok hamar elszaladtak. Ideje, hogy elinduljak hazafelé. Nagyon jól éreztem magam nálatok, mondta a százlábú. Gyere el jövő nyáron is, mondta egyszerre Bogyó és Babóca. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Rossz álom. Egy viharos estén Bogyó, a csiga fiú, lefekvéshez készülődött. Fogat mosott és ágyba bújt, mintha valaki zörgetett volna az ajtón. Talán csak a szél, gondolta, és nem törődött vele. De a zörgés pár perc múlva újra hallatszott. Mi lehet ez? Belebújt a papucsába, és kinyitotta az ajtót, de nem látott senkit. Biztos csak képzelődöm, mondta, és visszabújt az ágyba. De valaki ismét zörgetett. Ki az? Ugrott ki az ágyból Bogyó rémülten. Kitárta az ajtót, és körbenézett. Kukac, gyere be! Olyan kicsi vagy, hogy nem vettelek észre. Mi történt? Rosszat álmodtam. Itt maradhatok nálad, mondta a kukac. Persze, itt maradhatsz.
Bogyó egy papírdobozból apró ágyacskát hajtogatott a kukacnak. Tessék, ez lesz az ágyad. És mi lesz a takaróm? A sapkám éppen jó lesz. Olyan, mint egy igazi hálózsák. Jól van, kukac, most már aludjunk. Álmos vagyok. Bogyó már majdnem álomba merült, amikor a kukac megszólalt. Bogyó, felgyújthatjuk a lámpát. Félek a sötétben. Ugyan, hiszen nincs sötét, világít a hold. Nincs mitől félni, aludjunk, mormogta a csiga. De igenis sötét van, erősködött a kukac. Nincs sötét. De sötét van. Jól van, széthúzom a függönyöket, így már látod a holdat. Világítanak a csillagok is. Aludjunk végre, mérgelődött Bogyó. A csiga fiú magára húzta a takaróját, és azonnal álomba merült. De nem sokáig aludhatott, mert a kukac ismét felverte. Szomjas vagyok! Így áll, kukac, vágta rá Bogyó. Nem érem el, segíts, Bogyó, kérek egy kis vizet, nyafogott a kukac. Köszönöm, súgta a kukac. Aludj jól. Bogyó jól is aludt volna, ha pár perc múlva a kukac ismét fel nem ébreszti. Éhes vagyok. Nem, éjjel nem eszünk, majd reggel, dörrent rá Bogyó. De én éhes vagyok, nem vacsoráztam a vihar miatt, panaszkodott a kukac. Köszönöm, többet nem zavarlak, ígérte a kukac, és rágcsálni kezdte az almát. De nem tartotta be az ígéretét. Bogyó, nem tudok elaludni, félek, ébresztette fel ismét a csigát. Mitől félsz? Kérdezte fájdalmasan Bogyó. Nem tudom, csak úgy félek. Kérlek, mesélj nekem valamit, attól elalszom. Jól van, nem bánom, mesélek neked, már úgyis kiszállt a szememből az álom. Bogyó mesélni kezdett a kukacnak. Elmesélte, hogyan sodorta el a papírsárkányt a szél, hol találták meg a gomba kalapját, hogyan gyógyította meg Bagoly doktor a fülgyulladást, és mit kapott a százlábú karácsonyra. De a kukac a felét sem hallotta. Mély álomba merült a mesétől. Végre Bogyó is alhatott. Mire felébredtek, véget ért a szélvihar, és hét ágra sütött a nap. Látod ott azt a képet az ágyam felett? Kezdte Bogyó. Mert én is szoktam rosszat álmodni, és olyankor mindig erre a tündérre gondolok. Ő segít, hogy elűzzem a rossz gondolatokat, meg az ijesztő álmokat. Neked is rajzolok egy képet az ágyad fölé, valakiről, akit nagyon szeretsz. Ha bánatos vagy, akkor csak ránézel, és rögtön megnyugszol. Elillan a rossz álom. A napocska! Rajzold le a napocskát, őt nagyon szeretem, mindig mosolyog. Nagyon szép lett, köszönöm, mondta elégedetten a kukac. Ragaszd ki az ágyad mellé, és a kukac már indult is boldogan hazafelé. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A fülgyulladás. Egy őszi nap Babóca, a Katica kislány vidáman nyitott be Bogyó házába. A patakhoz indulok kavicsot szedni, velem tartasz? De Bogyónak semmihez sem volt kedve. Nem tudom, Babóca, olyan fáradtnak érzem magam. Nagyon fázom és fáj a fejem, meg a fülem is. Hű, de piros az arcod, Bogyó, mondta Babóca. Te lázas vagy, szaladok gyorsan Bagoly doktorért. A Katica kislány meg sem állt Bagoly doktor odójáig. Kedves Bagoly doktor, gyere gyorsan, Bogyó nagyon rosszul érzi magát, siess! Bagoly doktor gyorsan összepakolta orvosi táskáját, felvette orvosi köpenyét, és már is indult a beteghez. Szervusz, Bogyó! No, hadd lássam, mi a baj? Először is meghallgatom a mellkasod. Bogyó levette a pizsama felsőjét, és engedelmesen sóhajtott. Tázs nagyra a szád, megnézem a torkodat is. Nem akarom, mondta nyűgösen Bogyó. Pedig meg kell néznem, hogy piros-e, magyarázta Bagoly doktor, és lámpájával belevilágított Bogyó torkába.
most pedig belekukkantok a füledbe ezzel a kis tölcsérrel. Ez már igazán nem tetszett Bogyónak. Sírni kezdett, és kezét a fülére szorította. Ne butáskodj, Bogyó! Ez egyáltalán nem fáj! Fogta meg Babóca biztatóan Bogyó kezét. A vizsgálat tényleg nem fájt. Nos, Bogyó, kezdte Bagoly doktor, neked bizony fülgyulladásod van. Csúnyán megfáztál. Vegyél be ebből az orvosságból minden reggel egy teli kanállal. Igyál sok teát, és tégy a füledre melegkölessel teli bogyrot. A barátai nyomban Bogyó segítségére siettek. Baltazár mézet hozott, Pihe kamillavirágot, Vendel csipkebogyót, és teát főztek a betegnek. Babóca kölest melegített egy serpenyőben, aztán beöntötte egy pici zsákba. Szórisd ezt a két kis zsákot a füledre, amíg ki nem hűl. Bogyó feltette a sapkát, és le sem vette, amíg a köles ki nem hűlt. Másnap reggel Babóca csodaszép köveket vett észre Bogyó asztalán. Hű, Bogyó, ezek nagyon szépek. Kitől kaptad? Magam szedtem a patak partján, büszkélkedett Bogyó. Magad szedted? Kérdezte dühösen Babóca. Ez igazán nem volt okos ötlet. Még nem gyógyultál meg teljesen. Most aztán újra vissza fogsz esni. Babócának sajnos igaza lett. Estére Bogyónak megint magasra szökött a láza. A barátai minden nap meglátogatták, mesét olvastak és báboztak neki. Ahogy viszont Bogyó egyre jobban lett, úgy lett Babóca egyre rosszabbul. Bizony, elkapta a betegséget. Most aztán Bogyó ápolta Babócát. Teát főzött neki és megtöltötte a sapka zsebeit meleg kölessel. Bagoly doktor Babócához is eljött. No hát, úgy látom, újabb kis beteggel van dolgom. Ez bizony jól elkaptad Bogyótól. Elmondta Babócának is, mit tegyen, hogy hamar meggyógyuljon. Aztán Bogyót vizsgálta meg újra. Hiszen te már nem is vagy beteg. No, azért hadd lássalak. Minden rendben. Meggyógyultál, kis csiga. Néhány nap ismét eltelt. Babóca is bevette az orvosságokat, sok teát ivott, sokat pihent, és hamarosan egészen jól érezte magát. Bagoly doktor is eljött újra, és elégedetten látta, hogy Babóca is meggyógyult. Akkor most végre elmehetnénk együtt a patakhoz kavicsot szedni, ugrándozott Bogyó. Jól, de jó! Induljunk a patakhoz! Kiáltotta Bagoly doktor három kis fiókája. De jól öltözzetek ám fel, hideg az este, mondta szigorúan Bagoly doktor. Bogyónak és Babócának ezt már mondani sem kellett. Nem feledkeztek meg a sálról, sapkáról, meleg cipőről sem. Késő estig játszadoztak a patak partján, és vödreiket szebbnél szebb kavicsokkal szedték tele.